aranyvárosi versei között van egy, amelynek a témája szerintem ma is félig meddig tabunak számít. Ezért nem csak az akadémiára mentem el, hogy a vers keletkezését kutassam, hanem felkerestem egy, a fiatalok körében népszerű lelki vezetőt is, hogy megkérdezzem erről a nehéz témáról. Hídavatás című művében rengeteg szenvedéllyel lehet találkozni, gondolok itt a pénzre, a szerelemre, vagy akár szimplán az adósságokra. Ez kortól függetlenül jelen van az emberek életében? Szerinted? Szerintem igen. Hát persze. Ha megnézzük a hídavatást, ugye ezt 77-ben írta, nagyon sok másik versével együtt, egy szuszra nagyon sokat írt nyáron. 77-ben írta, 1877-ben, miután egy évvel korábban felavatták a Margit hidat. Hát ez egy borzasztó modern dolog, ha belgondolsz. Az olyan, mintha most valaki a M0-ás egyik elkerülő szakaszáról, ugye, amit éppen felavatnak, arról írna, vagy a Megyeri hídról. Egyébként van is erre példa, mert a kortárs költő Tóth Krisztina írt egy ilyen verset, amiben van egy nagyon szép két sor, talán ebből indult az egész vers, hogy hazafelé az M0-áson eltűnődtem az elmúláson. A hídavatásban nagyon súlyos bűnökkel találkozunk. Ezek tényleg olyan súlyos bűnök, hogy okok az öngyilkosságra? Nincsen olyan bűn, ami ok az öngyilkosságra. Tehát alapvetően az öngyilkosság, saját életemnek az elpusztítása, az soha nem megoldás. Ma már sokkal inkább csak azok választják ezt az utat, akik valamiért megtörtek, és úgy érzik, hogy nem tudják tovább hordozni az életterhét. Nagyon fontos, hogy őket segítsük, őket. Tehát vannak ilyen segítőszolgálatok, meg hát pszichológusok, mentálhigiénés segítők, papok, stb., akik próbáljuk őket felkarolni, megerősíteni, hogy mégis válasszák az életet. Ahogy az ember olvassa a verset, rengeteg karakternek igazából van oka ugrani. Tehát a szerelmesek, akik valószínűleg nem lehetnek egymásai, de hogy igazából van okuk meghalni, vagy nincs okuk élni, és egyszerűen elvesztették már a motivációjukat az életbe. Igen, hát azért különböző motivációk van. Én úgy látom, hogy különböző korúak is, meg társadalmi státuszúak. Ugye hát van, aki üzletileg sikertelen, van, aki szerencsejátékon vesztette el a pénzét, de van például benne egy inas, vagy egy segéd is. Emlékszem, azt, meg is jegyeztem azt a két sort, mert nagyon érdekes. Nem vagyok halálbiztos benne, hogy pontosan érthető. A közepe táján van, hogy szurtos fiú ennek nyakába hátul röhögve ott terem, és ketten repülnek a Dunába. Lábszíjra várt a mesterem. Na várjon, míg megkérlelem. Mi ez a lábszíj? Ezt tudjuk ma? Én személy szerint nem tudom, mi lehet a lábszíj. Esetleg bilincsre tippelnék, de nem tudom. A lábszíj az a cipészmestereknek az egyik munkaeszköze. Ugye úgy dolgoznak sokszor, hogy a munkadarabot ráteszik a térdükre, és azon varnak vagy kalapálnak, és hogy ne mozduljon el, ezért egy szíjat, ami nincsen csat, hanem egy ilyen folyamatos bőrszíj, azt ráerősítik a talpukra, és azzal szorítják oda a munkadarabot. És ez ugye alkalmas arra, hát nyilván attól függ, hogy milyen mester volt, milyen eszköze volt, azzal bántotta az inast, ami éppen a keze ügyébe került. Hát a lábszíj az alkalmas volt arra is, hogy ugye azzal fegyelmezze. És valószínűleg itt ugye arról van szó, hogy ez a fiú valami rossz fát tett a tűzre, különben megfenyegette a mestere, és azt mondja, no várjon, míg megkérlelem. Hát ugye azt várhatja, hogy én bocsánatot kérjek, inkább beugrom a Dunába. Versben említi, hogy a varázsgyűrűt nem lehet megtörni, ez esetleg erre utal, hogyha egyszer valaki már eljut az öngyilkosság gondolatáig, akkor onnantól kezdve tulajdonképpen, vagy pont ellenkezőleg is az első öngyilkossági kísérletek általában nem is sikeresek. Nagyon fontos azért azt látni, hogy ez irodalom, nem pszichológia. És Arany János is költő, nem pedig pszichológus vagy mentálhigiénész szakember, tehát nem vonnék ennyire szoros értelmezést a vers köré. Viszont az egy nagyon érdekes mozzanat, ahogy, és azt szerintem profin ábrázolja azt a pszichológiai folyamatot, ahogy ugye ott áll a fiú, az első fiú, a főszereplő,
akivel kezdődik a vers, ugye, aki veszít a szerencsejátékon. És így látja ezt a hatalmas folyamatot, hogy jönnek föl, ugornak le, jönnek föl, ugornak le, és gyakorlatilag ez vonzza be őt a vízbe. És erről tudunk, hogy valaki, aki mondjuk ilyen gondolatokat forgat a fejében, depresszióba esett, akkor a gondolkodása, a látásmódja beszűkül, és egyre inkább csak ezzel tud foglalkozni. Tehát hogy ez az örvényhatás, amit ugye Arany János azzal jelenít meg, hogy jönnek föl a szellemek és ugornak le, és ez az örvény bevonza, és ugyanez az örvényhatás ténylegesen megjelenik. És ez a középkorú hölgy, aki csak azért ugrik bele a Dunába, mert hogy reggel fölkel, az vajon mire utalhat? Hát ez is nagyszerű, ugye, hogy estes reggel öltözni kell, most nem emlékszem pontosan. Igen. Hát ez már milyen érdekes, ugye. Szerintem ez is egy tipikus nagyvárosi dáma, ha úgy tetszik, a többiekkel együtt. Tehát amikor már, mondjam, bizonyos értelemben elveszti a talajt a lába alól, kiüresedik egy kicsit az élete. Nem, hogy van egy olyan pillanat, amikor már hasztalannak tart minden aktivitást. Ezt akár még azt is merném mondani modern kifejezéssel, hogy ez valamiféle depressziónak a korabeli megnyilvánulása, nem? Hogy inkább föl se kelek az ágyból. Van egy nagyon híres amerikai rapper, az a neve, hogy Logic. És ő kiadott egy zeneszámot Amerikában, aminek a zeneszám címe az amerikai öngyilkossági hívó vonal. És az egész számon az öngyilkosságról énekel, de arról, hogy mi értem van élni. Ön szerint mekkora hatása lehet egy ilyenre a fiataloknak? Szerintem nagy. Nem ismerem ezt a rappet, és nem hallottam ezt a számot, de a fiatalok alapvetően idolokat követnek, olyan embereket, akik valamiért híresek lettek. Tehát, hogyha egy ilyenfajta híres ember mond valamit, annak van szeg nagyobb hatása van, mint hogyha mondjuk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ad ki egy körlevelet erről, hogy fiatalok legyetek erősen. Tehát ezért nagyon fontos, hogy akár, hogyha egy mondjuk most divatos szóval influencer, vagy celeb, vagy ilyesmi mellé áll egy jó ügynek, annak szerintem erős hatása lehet.